Felzárkóztatás. Mintegy 200 milliárd forintot fordít az állam a felzárkóztatásra. Ebből az összegből a bölcsödéskortól a diákéveken túli 70-80 programot finanszírozzák. Oktatással segítenek Szamossáiban. Az OKI-s és családellátó képzések lényege, hogy a helyi kisebbséget az oktatáson keresztül vezessék vissza a munkavilágába. Évadzáró a Móricz Zsigmond Színházban. Az ülésen kitüntetéseket is átadtak, illetve az elmúlt évad értékelésén túl beszámoltak a 2018-19-es év bérletezéséről és újdonságairól is. Mintegy 200 milliárd forintot fordít az állam a felzárkóztatásra. Ebből az összegből a bölcsödéskortól a diákéveken túli 70-80 programot finanszírozzák. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A felzárkóztató programok egy fontos állomása a tanodák működtetése. Ezekben az intézményekben délutánonként segítik a diákokat a tanulásban, annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az iskola elhagyók száma. Számukra szerveztek most először országos tanodai olimpiát a Szabolcs-megyei Ibrányban. Az olimpiai lánggal futották körbe az Ibrányi tavat a diákok, ezzel hivatalosan is kezdetét vette az első országos tanoda olimpia. Az Ibrányi tanoda szervezte a sportrendezvényt, amelyen 15 tanoda 300 tanulója mérhette össze a tudását 14 versenyszámban. Ezek között volt a középkori lovagi feladatok, foci és kosárlabda is. Ibrányban iránytű tanoda néven működik egy fantasztikus kis intézmény. 2016. decemberében indult a projekt, január 24-én volt az első tanítási nap, és azóta töretlenül működünk folyamatosan. Ez a tanodánk legnagyobb rendezvénye, a Tanoda Olimpia. Ezt két évvel ezelőtt kezdtük el elgondolni, eltervezgetni, egy fantasztikus kis tábbal együtt, és hát eddig tartott megvalósítani. Nagyon sok segítséget kaptunk a helyi erőktől, az önkormányzattól, nélkülük ez nem jött volna össze, illetve helyettes államtitkárasszonytól elsősorban, aki a rendezvény fővédnökségét is elvállalta. Ez nekünk óriási megtiszteltetés, és hogy itt is van kisvárosunkban, úgyhogy ennek örülök, és megköszöntöm a munkáját is. Jelenleg 280 tanoda működik országszerte, ezekben mintegy 600 gyermek jár, közölte a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár Ibrányban. Ezekben az oktatási intézményekben tanításidő után nem csak a lecke elkészítésében segítenek a diákoknak, hanem például különböző tanulási technikákat is elsajátíthatnak a gyerekek, de közösségépítő programokat is szerveznek. A kormány mintegy 200 milliárd forintot fordít a felzárkóztatásra. A bölcsődéskortól kezdve az általános iskolán és az egyetemen át nyújtanak segítséget a rászoruló diákoknak, de indult kezdeményezésük a diákévek utáni évekre is. Van olyan képzésünk, olyan programunk, az Aktívan a tudásért, ami kimondottan olyan embereknek szól, akik a 7.-8. nem végezték el. Ugye sajnos ilyenek is vannak, elhagyták az iskolát, tehát ezért ugye nagyon fontos a tanod, hogy ez ne történjen meg, és őket hívjuk vissza, körülbelül 6000 ember tudunk megszólítani, 7.-8., illetve utána valamiféle szakképzettséget, vagy érettségire való képzést tudunk biztosítani. De amit kiemelnék, hogy nem áll meg ugye az iskolai évek után, az a Nő az Esély program. Itt Szabolcs megyében is egyébként több helyszínen dolgoznak ezzel. Ez is megint azt kell mondanom, hogy nem csak ugye Európában, de szerintem a világon egyedülálló, hogy roma nők úgy helyezkednek el, hogy azt a tudást kamatoztatják, amit ők otthon megszereznek. Mert hogy a családról gondoskodnak, az idősekről, a gyerekekről. És meghirdetjük az állás lehetőséget a szociális ellátó rendszerben, idős otthonokban, gyermek otthonokban. Az üres álláshelyekre, ugye sajnos ott mindig van, felvesszük ezeket a roma hölgyeket, és mentorok segítségével ezek a roma hölgyek elkezdenek dolgozni. Ebben a programban már 500-an végeztek, ők már gyermekintézményekben és idős otthonokban dolgoznak. Jelenleg még 500-an tanulnak, ezt a létszámot szeretnék 2000-ig bővíteni, tette hozzá a helyettes államtitkár. A következő 3 évben 80 millió forintból segítik a szamossái szegregátumában lakók élethelyzetének javítását. Az OKI-s és családellátó képzések lényege, hogy a helyi kisebbséget az oktatáson keresztül vezessék vissza a munkavilágába.
A KSH adatai szerint Szamossai szegregátuma mindössze 3 utcából áll. Az itt élő 106 lakosból 40 fő aktív korú vesz részt azokon a képzéseken, melyek célja a hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkóztatása. A projekt nyitó rendezvényét ma tartották, az első köműves képzések azonban már a napokban elkezdődtek. Célcsoport a szegregátumokban élő 16-54 éves korosztály, illetve az ő családtagjaik. Attól kompensz a program, hogy nagyon sokfajta tevékenységet kell megvalósítani ahhoz, hogy a célkitűzés elérjük, a célkitűzés pedig az, hogy az embereket, akik bevonunk, megtanítsuk hálót fonni. Nem minden nap halat adjunk nekik, hanem hogy megtanul hálót fonni, akkor utána képes azt magát eltartani. Ezért a kompensznek az a része, hogy legyen OK és képzés benne, legyen munkaerőpiacon használható szakmai képzésük, és egy csomó más munkaerőpiaci és egyéb szociális családi kompetenciát fejlesztjük az emberekben, amelyel közelhetnek ahhoz a többségi társadalomnak az életszínvonalához, illetve magatartásási kultúrájához. A projekt 36 hónapig tart, ez idő alatt számos OK és képzés indul, legtöbbjük fél éves időtartammal. Ezeken a résztvevők szakmákat sajátíthatnak el, vagy akár azt is megtanulhatják, hogyan kell helyesen vezetni a családot, illetve a háztartást. 80 millió forintot nyertünk uniós forrásból ennek a programnak a megvalósítására, és ez tulajdonképpen képzéseket jelent egyrészt. Most már zajlik a 12 fő ottani lakos köműves képzése. Ez egy OK-i szakmát fog nekik adni egy fél éves képzés keretében, majd jövő évben az asszonyokat családellátó képzéssel fogjuk még motiváltabbá tenni, hogy még pontosabban, még jobban lássák el a családjaikat. Úgy gondoljuk, hogy a férfiak a kinti munkaerőpiacon is meg fogják állni a helyüket. A képzések mellett kirándulásokat, közös programokat és egészségügyi szűrőprogramokat is szerveznek majd a szegregátumban élők számára. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen azt mondta, a kisebbség fejlesztése az egész térségben fontos feladat. A kisebbséget, a szegregátumban élőket az oktatás és a munka emelheti föl, és gyakorlatilag ez a pályázat, amit szamossági település is elnyert, az közel szól erről, hiszen olyan OK és képzéseket tudnak a programon keresztül megvalósítani a képzőszervek, és olyan képzésben részesülnek a hallgatók, ami esélyt ad arra, hogy a munkaerőpiacon, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, tehát oktatás, utána pedig az elsődleges munkaerőpiac nyilván ugye a munkát jelenti. Én hiszek abban, hogy az itt élő cigányság felemelkedéséhez ez a hozzávezető út. A képviselő hozzátette, a 3 éves program eredményeként a helyi szegregátumban élők hosszabb távon is el tudnak majd helyezkedni, és akár a jelenlegi keresetük többszörösét is tudják majd biztosítani saját maguk, valamint a családjuk számára. Mintegy 14 ezer hektáron termesztenek medgyet Magyarországon, a tavalyi termés közel 60 ezer tonna volt. Az idén ennél jobb eredményre számít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A NAK szerint az éves medgy termés 60-90 ezer tonna között ingadozik. A magyarországi éves medgyfogyasztás 15 ezer tonnára tehető, ennek mintegy 30%-át fogyasztja frissen a lakosság. Az elmúlt években ugyan erősödött a friss piaci fogyasztás, ám továbbra is a medgy befőtt a legkedveltebb a vásárlók körében. Magyarország az Európai Unió egyik meghatározó medgy termelője, Lengyelország után a második helyen áll. Az itt megtermelt jó minőségű medgy mintegy 80%-át exportálják. A medgyültetvények száma és területe az Észak-Alföldi régióban, azon belül döntően Szabolcs-Szatmárbereg megyében. A legnagyobb, mintegy 2700 hektár ugyanakkor, itt a legkisebb, alig 3 hektár az ültetvények mérete. Adóköteles a nyári diákmunkával szerzett jövedelem is, néhány foglalkoztatási formát kivéve, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra a diák szövetkezeteken keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szak- vagy középiskolába járnak. Az adóhivatal tájékoztatása szerint a munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni.
évadzáró társulati ülését tartotta a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház, melyen elhangzott, idén 162 millió forint bevétellel zárt a teátrum. Az ülésen kitüntetéseket is átadtak, illetve az elmúlt évad értékelésén túl beszámoltak a 2018-2019-es év bérletezéséről és újdonságairól is. Országos elismeréseket zsebelhetett be idén a Nyíregyházi Teátrum. A Név Kármen című előadást a Most Fesztiválra és a Vidéki Színházak Fesztiváljára is jelölték. Az illatszerte bekerült a Posztverseny programjába és a Budapesti Nyári Fesztivál programjába. Közel 22 ezer bérletes látogató bizalmát élvezhette a 2018-2019-es évadban a Móri Zsigmond Színház, akik 30 darab vendégelőadást láthattak. A mostani évadot a 13-14-es évaddal hasonlítottuk össze, egy hosszabb periódust igyekeztünk megvizsgálni. A bérletesek összdarabszámában elég jelentős a változás, 16.865-ről 21.991-re emelkedett 4 év alatt a bérletesek száma, ez mintegy 30%-os emelkedés, 5.126 darabot jelent konkrétan. Valamint a nézőszámot, hogyha összehasonlítjuk, ott is a 78.872 92.581-re ment fel, ami szintén egy 17%-os emelkedés, de ami a legkiemelkedőbb adat, az a nettó árbevétel, itt 71 millióról majdnem 162 millióra emelkedett, tehát majdnem 130%-kal ment fentebb 4 év alatt a jegyi és bérletbevételünk. Idén is kiosztották a legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat a színház munkatársainak. Nyíregyháza város nívódíját Gulácsi Tamás kapta, míg a közönség szavazatok alapján Puskás Tivadar lett a Kelet színésze. Idén először a színházért díjakat is kiosztották a teátrumért önzetlenül legtöbbet tevő művészek részére, melyet első alkalommal Pregicer Fruzsina, Illyés Ákos és Rák Zoltán vehetett át, aki emellé egy másik díjat is kapott. A másik díj pedig a Lipót-díj, ami azt jelenti, hogy egy valami különlegesség az évadban, hogy valami olyasmit csinálunk, ami akadályozná a munkát, és mégis sikeresen átlépünk a problémán. Ez akkor történt, amikor a kisbabám született, akkor nekem nagyon jó drámaérzékkel jött ő a világra, és tulajdonképpen a bemutató napján született, de nyilvános főpróba közben már elkezdődtek a szülési fájdalmak, és kórház színház, valahogy így 200-as kilométer per órás sebességgel, de sikerült megcsinálni az előadást, és vissza a kórházba, úgyhogy a lényegnél ott tudtam lenni, hál' Istennek. A következő évad számos újdonságot tartogat, ilyen például a VIP bérlet, amely lehetővé teszi a soron kívüli ruhatár használatot, valamint az előadások szünetében az átalakított VIP szalonban a büfétől független catering szolgáltatást is biztosít. Ezzel a lehetőséggel együtt minőségi darabokat is kínál a teátrum. Visszatérő színházigazgatóként rendez majd Verebes István, Tasnádi Csaba és Zsótér Sándor, de olyan újoncok is lehetőséget kapnak, mint Horváth Illés, Simon Kornél vagy Szixa Irén. Közel 40 diák és felkészítő tanárai érkeztek Nyíregyházára kedden az ország különböző pontjairól, hogy összemérjék közlekedés biztonsági tudásukat. Az 5. jubileumi Bicajricsaj közlekedési csapatverseny döntőjén ezúttal nem csak aszfalton, hanem vízen is versenyeztek a diákok, a gyakorlati feladatokat pedig elméleti tesztek követték. Az ország egész területéről érkeztek fiatalok a sóstói strand területén megrendezett 5. jubileumi Bicajricsaj közlekedési csapatverseny országos döntőjére. A csapatoknak először egy projektfeladatot kellett megoldaniuk, majd egy kreszttesztet töltöttek ki közösen az interneten. Ezek alapján 10 csapat nyert jogot, hogy részt vegyen a nyíregyházi döntőn. A mostani projektfeladatunk az egy közlekedési baleset helyszínét tartalmazta, ahol az ő szemszögükből kellett idézőjelbe lehelyszínelni egy közlekedési balesetet. Szerettük volna tudni, hogy a gyerekek hogy látják a közlekedési baleseteket, hogy látják azt, hogy hogyan lehet kideríteni, hogy adott esetben ki volt a felelős, milyen nyomok keletkeznek egy közlekedési baleset helyszínén. Tehát próbáltuk egy kicsit más megközelítésből a rendőri munkát megnézni, egy picit talán pályára is orientálni őket, úgyhogy erre voltunk kíváncsiak. Minden évben próbálunk más-más fajta projektfeladattal készülni, hát nagyon nehéz egy idő után olyan feladatot találni, ami az ország egész területére érvényes, és mindenkinek egyforma esélyt ad, de úgy gondolom, hogy az éven sikerült.
A gyakorlati döntő két részből állt. Az első részben egy kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteniük a fiataloknak, de voltak olyan feladatok is, amelyek a csapategységet erősítették. Ilyen volt az együttlépés egy deszkán és a hordágycipelés. A második részben a sóstói tavon kaptak vízi közlekedési feladatokat. Közeleg a tanév vége és a nyári szünet, ilyenkor fontos felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy a nyílt vizek milyen veszélyeket rejthetnek. A verseny döntőjén Debrecenből három csapat is részt vett. Debrecenből érkeztem a csapatommal, és igazából nagyon sokat készítünk erre a versenyre. A technikatanárom Laci bácsi, Palcár László nagyon sok weboldalt mutatott nekünk, hogy honnan tudunk készülni. A kétnapos megmérettetés célja a gyerekek közlekedés biztonságának fokozása és közlekedési ismeretük bővítése volt. A verseny gyakorlati és elméleti kressz és elsősegély feladatokkal, valamint drogtotóval és kerékpárszerelési feladatokkal folytatódott. Mind szakmai, mind infrastruktúrális, mind sportdiplomáciai szempontból megérett az NB1-re a Kisvárda futballcsapata, mondta Révész Attila, a klub szakmai igazgatója. A sportvezető szerint a Kisvárda költségvetése lesz a legkisebb az élvonalban, de bízik abban, hogy az elmúlt évek játékos politikáját folytatva a legmagasabb osztályban is megfelelnek majd a szurkolók elvárásainak. Magabiztosan a harmadik Békés Csabát 10 ponttal megelőző jutott fel az NB1-be a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese 22 győzelem mellett 9 döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget. A téli szünetben már 10 pont volt Lukaszék előnye, így tavasszal csak arra kellett figyelni, hogy az üldözők ne kerüljenek közel a Várdához. A feljutást végül a 38. fordulóban hazai pályán a Szeged ellen harcolta ki a csapat, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a Nyíregyháza után másodikként szerepelhet majd az NB1-ben a Kisvárda. Egy olyan megerősített bázissal, alappal vágunk neki a következő nagyon magas kihívásnak az NB1-nek, amelyre föl vagyunk készülve. Mind infrastruktúrálisan, mind sportdiplomáciailag, mind pedig szakmailag. Azok a játékosok, akik a tavalyi évben távoztak tőlünk, illetve akik helyettük jöttek, azok bizonyították, hogy nem véletlenül volt ez a csere, és velük, illetve a szakmai stábbal természetesen egy olyan egyveleg alakult ki, amely habár a mérkőzések elején ősszel még nem számított esélyesnek, mert sötét lóként néztek ránk nagyon sokan, ennek elején úgy gondolom, ahogy teltek a meccsek, úgy javult a csapatnak a teljesítmény, és jött az eredményesség is, teljes mértékben megérdemelt, és már ősszel olyan előny, olyan beosztatatlan előnyt harcolt ki magának, amelyet a tavasszal csak meg kellett őrizni. A tudatosság, a fiataloknak a szerepeltetése, ez mind-mind olyan, ami a magyar futballban nem mindig van jelen. Vannak vágyak, vannak álmok, ez most valahol nálunk mind a kettő teljesült. A brazil Ventura, Pico, Sassa, valamint az ukrán Pársvánia szerződtetését már bejelentette a klub, de számítani lehet még több erősítés jelentő labdarúgó érkezésére. Egy fél éve készülünk az új igazolásokra. Sokkal nagyobb területünk és időnk volt erre. Alaposan körbe tudtam járni azokat a játékosokat, akiket kiszemeltünk, illetve ajánlottak nekünk. Hát megvan most már egy olyan új mag, akire számíthatunk az élvonalba. A költségeink azok nem lesznek magasak, talán a legkisebb lesz az NB1-ben, sőt egész biztosan. Ennek ellenére az NB2-ben is a középmezőnyben voltunk, és ez a tudatosság ez eredményben is megmutatkozott. Nagyon remélem benne, hogy az élvonalban is ez lesz. És remélem, hogy hasonlóan sokan fogják buzdítani a csapatot is. Révész Attila elmondta, ahogyan korábban, a távozó játékosoknak ezúttal is segítenek új csapatot találni. A felkészülés június 18-án kezdődik, az első fordulót július 21-én játsszák az NB1-ben. A tervek szerint a kisvárdai csapat a harmadik fordulóban az új stadionban lép pályára először hazai környezetben. Az NKK ötvös nyerte a regionális bajnokságban győztes serdülő fiú kosárlabda csapatok országos döntőjét. A nyíregyházi tornán Ferenci Tamás együttese mindhárom ellenfelét legyőzve végzett az élen. A csapat a nyári szünet előtt még Kassán játszik két mérkőzést. Az alapszakaszban a keleti régióban szerepelt az NKK ötvös együttese, amely egy utolsó másodpercben kapott kosárral lecsúszott az országos tábláról, így a regionális bajnokságba kapott besorolást. Abban a sorozatban 16 csapat közül a legjobbnak bizonyult az északkeleti régióban a Ferenci Tamás által irányított együttes. Május végén Nyíregyházán rendezték meg a régiós bajnokok országos döntőjét, amely 100%-os teljesítményen nyert meg a házigazda NKK ötvös.
Délről a Szentesi KK csapata volt, Nyugat-Magyarországról a Soproni Tigrisek, míg középről pedig a Gödi Ese csapata képviselte az ország középső régióját. Mind a három mérkőzésünk rendkívül szoros volt, 6-8 pontos különbségekkel sikerült nyerni. Mondhatom azt, hogy egy nagyon kiegyenlített mezőny volt. Ami pozitívum, hogy a srácok annak ellenére, hogy életükben még három mérkőzést 24 órán belül nem játszottak le, rengeteg tartalékenergiát tudtak mozgósítani, és kritikus pillanatokban sikerült ezeket a szoros mérkőzéseket megnyernünk. Az NKK 5-ös négy korosztályban U14, U12, U11 és előkészítő 5 csapatot versenyeztetett az elmúlt szezonban. A klub elnöke szeretné, ha a jelenleg 110 kosarasnál a jövőben több fiatal pattogtatná náluk a labdát. Mindenképpen bővíteni szeretnénk, jövőre csatlakozik az egyesületünk a kosárpalánta programhoz. Az 5-ös gyakorló iskolában szeretnénk indítani, hogy a nevében is benne van egy kosárpalánta csoportot, az 9-10 éves gyerekek lesznek. Itt szeretnénk egy iskolai testnevelő közreműködését megnyerni, majd nagyjából ez már azt hiszem, hogy meg is van. Ez egy külön bajnokság, országos lefedettségi bajnokság, igaz, hogy csak ilyen jambori versenyek vannak benne, de akkor is itt már gyerekek versenyeznek, illetve jövőre U16-os korosztályba indít egy csapatot az egyesület. Az NKK 5-ös kosarasai június végéig edzenek, a serdülők pedig még 2 mérkőzést játszanak Kassán. A klub idén ősszel is megrendezi az 5-ös kupát, amelyen 8, közte 3 külföldi U16-os együttes lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Mintegy 200 milliárd forintot fordít az állam a felzárkóztatásra, ebből az összegből a bölcsödéskortól a diákéveken túli 70-80 programot finanszírozzák. Ennek egy fontos állomása a tanodák működtetése. Ezekben az intézményekben délutánonként segítik a diákokat a tanulásban, annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az iskola elhagyók száma. Számukra szerveztek most először országos tanodai olimpiát a Szabolcs-megyei Ibrányban. A következő 3 évben 80 millió forintból segítik a szamossái szegregátumában lakók élethelyzetének javítását. Az OKÉS és családellátó képzések lényege, hogy a helyi kisebbséget az oktatáson keresztül vezessék vissza a munkavilágába. Évadzáró társulati ülését tartotta a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház, melyen elhangzott, idén 162 millió forint bevétellel zárt a teátrum. Az ülésen kitüntetéseket is átadtak, illetve az elmúlt évad értékelésén túl beszámoltak a 2018-19-es év bérletezéséről és újdonságairól is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, június 6-án szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap folytatódik a helyi záporokkal, zivatarokkal tarkított meleg nyári idő. Az előttünk álló éjszaka erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor valószínű. Helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés valószínű. Zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, majd a keletire forduló szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban nem várható lényeges változás, sem a hőmérsékletekben, sem az időjárás jellegében. Délelőttünként az ország nagy részén inkább a napsütés lesz túlsúlyban, főleg a délutáni, esti órákban növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet. Több helyen várható záporeső, zivatar, néhol felhőszakadás is előfordulhat. Erős, viharos széllökések csak zivatarok térségében fordulhatnak elő.